vendégeknél az egyik legnagyobb hiányzó Benedek Zsolt, aki alapembernek mondható 13-szor kezdett és 16 meccsen lépett már pályára a bajnokságban, ő el sem utazott Karcagra. Valamint az alapember Dalmadi mai alkalommal csak a kispadon kezd. Jó hír viszont a szajoliaknál, hogy a házi góllövő lista jellovasa Szabó Tamás eltiltása után visszatért a csapatba, és 12-essel ő rohamozza majd a karcagi kaput. Most például ő szerzett labdát, és bár is kapja vissza. Kicsit összezavarodtunk, Szabó lő, és 29 másodperc elteltével meg is van a meccs első helyzete. Az összeszokatlan karcagi védelmet rögtön sikerült nehéz helyzetbe hozni. Szerencsére a csatár lövése azért jócskán fölé ment. Szent Annai. Rendkívül jó formában futballozó csapat a Szajol. Utoljára még október 29-én 2016-ban kaptak ki. Akkor Jászárok szálláson vesztettek 1-0-ra. Ezt követően pedig Zsinórban 10 mérkőzés sikerült Kun Mihályéknak veretlenül megvívni. 2017-ben 5 győzelemmel és 2 döntetlennel állnak. Nem találtak még tehát legyőzőre. Na miénk már kétszer kikaptak tavasszal János Hidától, valamint Tiszafürettől, de egyébként a formánkra nekünk sem lehet panasz. 13 pontot gyűjtöttünk az eddigi tavaszi körökben. Szent Annai! Jól tekeredik, ott a fejes is! Farkas azonban centikkel mellé bólint, Ulvicki földbe gyökerezve nézte végig. Már háromszor is eltiltották Szabót az idei bajnokságban, kapott ugyanis 9 sárgát, meg 2-szer kiállították. Így is berámolt 11 gólt a 2 éve Monorról szerződtetett csatár. Komoly MB3-as múlttal rendelkezik. Potenciális gólveszély. Ő látja el a szajoli csapatot gólokkal. Nem rossz az a tekerés, kapura, ráadásul nem csak, hogy kapura, be a kapuba, szögletből érintés nélkül a 8. percben megszerzi a vezetést. Na Szajol! Szabó talpal le tudja kezelni, Luca tekerne, sikerül beleállni a karcagi csapatnak. Dobos! Kupai egyformán húzzák egymást, nincs szabálytalanság. Szabó már a védelem mögött. Keresi a lövőhelyzetet, keresni a társakat. Szabó, és elteszi! 2-0-ra vezet a Szajol a 15. percben. Gyámolatlanul játszunk, Szőke eladott labdájából pedig fölényt alakíthat ki ismét a szajoli csapat. Lassú a passz, sikerül Szabó elől elrúgni, aki aztán hatalmasat ordít. Lehet, hogy valakinek jönni kellene segíteni. Erdei volt szabálytalan a játékvezető szerint. Elsőre úgy tűnt, hogy ő azért a labdát rúgta el onnan, és ilyen is úgy tűnt, hogy bizony először egy szerelő mozdulat volt, aztán pedig szerencsétlenül ütköztek. Erdei kapott egy sárgát. A pontrugás pedig a szajoliaké. És az a kérdés, hogy 11-est ítél a játékvezető, érzésem szerint még talán a vonal előtt történt a szabálytalanság. Kóródi azonban játékosok helyezkedéséből ítélve bizony a büntető pontra mutat. Orosz István reklamál az asszisztensnél, hogy hát a labdát rúgta el, ez egyértelmű volt. Azt hiszem ezt valamennyien láttuk, aztán pedig összefutottak. A 17. percben azonban gyakorlatilag végleg eldöntheti a mérkőzést a Szajol. Bogdán Balázs a labda mögött. Egy gólja van idén Bogdánnak. Elmarad a saját teljesítményétől idén. Ezt viszont nagyon könnyedén és nagyon higgadtan gurítja be a jobb alsóba. 3-0. Szent Annai jöhet a szöglettel. Egy sarokrugása már jól tekeredett. Ez most nem hozott veszélyt. Kovács!
Bogdán kifejeli, Erdei keresi a lövőhelyzetet, most találja meg, és ott van a szépítőgól. A 21. percben 3-1-re módosul az állás. Erdei szépen rúgta be a rövid alsóba, Ulvicki hiába vetődött, nem érte el. Könnyedén újra nyílt lehet a meccs. Idegenben pedig nem olyan veretes a Szajol. 21 pontot hullajtottak el eddig a bajnokságban Kumiáék, és hát valamennyit idegenben. Ez egyben azt is jelenti, hogy Szajol bizony otthon 100%-os. 11 meccsükből 11-et megnyertek hazai közönség előtt, 32 lőtt, 6 kapott gól ellenében. És hát azért, ha ezt hozzáteszük, hogy a 6-ból 3-at mi karcagiak rámoltunk be nekik, igen, csak félelmetes katlan sikerült kialakítani Szajolon. Idegenben viszont nem jönnek úgy az eredmények. 3 győzelem, 3 döntetlen és 5 vereség a mérlegük. Győzni csak Rákóczi falván, Tószegen és Tiszaföldváron tudtak. Mint 3 csapat a bajnokság alsó részében található. Székely nagy lendülettel a kapu elé. Székelylő Ulvicki, hatalmas bravúr! Inkás, dadog a lábán a labda. Szabó szívós elrúgja előle. Ince, nagy bedobás, Szent Annainak érkezni kell. Meg is oldja a feladatát Erdei. Erdei 3 ember között kihozza, aztán Farkast játsza meg. Kovács kérni, most kapja. Kicsit lelassult most a játék, Kovács inkább ellövi. Ulvicki a labda elé ugrik, testtel hárít. Erdei, megérkezik Daróczi is a támadással. Gyenge a beadása, a második szajoli játékosnak sikerült kibelsőzni. Szent Annai, keresztlabda, Szőke leveszi, és aztán kapura suhintja. Nem is volt az olyan rossz, talán a hálótartó vasat találta el. Szabó. Dobos. És most a lövés, fölpattan Belényesi előtt. Láttunk egy ilyen védést az első félidőben Ulvickitől is, amikor a testét kellett beletegye. Igen, kellemetlenül pattognak föl a talajról. Az első félidő folytatását láthatjuk kevesebb helyzettel. Hosszúra tekeredik, Belényesi fölpaskolja, de nagyon gyengén, és behullik a kapuba a negyedik gól. Nem tudom, hogy valaki közelről, valaki rásegítette még. Dobos a gólszerző. 1-4 az állás. Az őszi meccset egyébként 4 szajoli játékos is kénytelen volt kihagyni. Ugyanis az őszi fegyvernek elleni mérkőzésükön, amit 3-2-re veszítettek el, Csajbók, Bezzek, Benedek, valamint Donkó is a kiállítás sorsára jutott. Botrányos játékvezetés mellett a játékvezető provokálta a szajoliakat. Minden egyes megmozdulása és megnyilvánulásra sárgákat osztott ki. Ezt követően Kun Mihály nyílt levélben fordult a szövetséghez. Kis hián megszakítottak a karcagiak, mégpedig Erdei közel járt ugyanis a gólhoz. A duplázó Dobos azonban vonal elől felszabadított. Szent Annai. 70. perc. Ha esetleg betalálnánk még egy őrült versenyfutás Szajollal, és az órával kezdettét venni. Szent Annai. Jó az. Ulvicki
visszaboxolja. Erdei. Pálinkás hassal teszi haza. Hát nem volt az megszokott, hogy mindig ilyen jó csapatbenyomását keltsem a Szajol. 2010-ben jutottak vissza a megyei első osztályba, és azóta folyamatosan építik magukat, haladnak fölfelé. Belényesi eladja a dobozicszer, aztán lábbal javít. Balla! Elpocsékolt kísérlet. Erdei. Erdei még. Elmegy a kapu előtt keresztbe, Kovács összeszedi a vonal mellett. Fejbe rúgják ott középen a Karcagit. És 11-es Titél a játékvezető. Nagyon nem volt a feje Kupai Krisztiánnak. Tény, hogy Csajbók eltalálta a fejét, de érzésem szerint, ahogy a szajoliaknak megítélt 11-es, ez sem volt jogos. Kupai lemarad, nagyon mélyre hajolt. A játékvezető azonban a büntetőpontra mutat a 76. percben. Alig, hanem a cserét megvárjuk, még azt is mérlegelni kell, hogy vajon Kupaival mi a helyzet. Na meg hát azért a büntetőt illene értékesíteni, és két gólra visszajönni. Mindhárom cserénket bedobjuk. Hamar, Sípos, valamint Bencsik is pályára lépnek majd. Kupainak le kell jönni, vérzik az orra. Csajbuk meg kap egy sárgát. Nem fest túl fényesen. Kupai elnézést kér tőle. Vétkes. Csajbóknak nem kellett félnie a sárgalaptól. Játszhat majd a Tiszafüred ellen. Székely a labda mögött. És nagyon magabiztosan értékesíti a 11-es Túlvicki, a másik irányba vetődik. Ugyanoda, ahova az első félidőben Bogdán lőtte. Székely is oda bombázza be. 2-4 az állás. Megvan Székely Dávid 23. idénybeli gólja. Tovább nyújtja jó sorozatát a Szajol, és elmondható lesz, hogy 8 tavaszi forduló után vezeti a tavaszi tabellát 20 megszerzett pontjával. Ez a legtöbb. Mögötte a JVS-e 19-el, és jócskán lemaradva a többiek. Imponáló játék, amivel nem lehetett ma sem fölvenni a versenyt. Ha jól láttam, akkor közben nálunk Szentannai Zoltán is kapott egy sárgalapot, ami azért jelent gondot a mieinknek, mert Erdei is besárgult ma, így mindketten kihagyják majd a következő bajnokit, ugyanis 4-4 sárgalappal álltak a meccs előtt. Luca kapura tűzi, nem találták el Belényesi kapuját. Fülöp. Négyen spriccolnak ki a szajoli csapatból. Szőke még fölrúgni sem tudja Fülöpöt, talán jobb is. Luca. Jó keresztlabda Donkónak. Keresi a lövőhelyzetet, megtalálja a Belényesi. Most azért megmutatja, hogy tud ő védeni. Kovács. Székely második hullámban érkezik, nem kapja azonban. Talán jobb választás lett volna neki passzolni. Így meg lehetősége lesz még együttesünknek egy újabb szöglet elvégzésére. Talán utolsó momentumként a találkozón. Kicsiben lebonyolítjuk. Kovács kioszt egy kötényt. A bedobásra pedig még jut idő. Nagy dobásra készül.
Bezzeget most sem lehet megverni a levegőben. Szent Anna jön meg, rádől a lövésre. Elmegy a bal kapufa mellett. Ez a löket pedig a találkozó utolsó jelenete egyben. A Karcag 4-2-es vereséget szenved hazai közönsége előtt a harmadik helyen álló Szajoltól. Kummiáj együttese kapaszkodik tehát tovább az élbolyhoz, és üldözi a tiszafüredi ászárok szállást kettősét. Vezetőedzője Orosz István értékeli a találkozót. Hát nehéz mit mondani egy ilyen 90 perc után, gyakorlatilag negyed óra alatt eldőlt a meccs. Eldőlt a mérkőzés, igen, én is úgy érzem, hogy a 4 gólból úgymond egy se volt kidolgozott helyzet. Az 3 gól az szerintem teljesen a Lacié volt, a kapusunké, nagyon rossz napot fogott ki, majdnem minden, ami kapura ment, az majdnem mind gól volt. Hát a negyediket meg szerintem az meg teljesen játékvezetői volt, egy sima szerelést, duplán büntetett sárgát is adott, ezért Tibi nem játszik jövő héten, mert 5. sárgája, meg 11-est is. Én úgy érzem, hogy 2-0-nál ez a 11-es 3-0, ott az már lélektanilag is egy 3-0, az a csapatot is megtöri. Szerintem jó reagáltuk le, mert utána azért partiba voltunk egy jó képességű Szajol ellen, helyzeteket is alakítottunk ki, gólt is rúgtunk, Dávidnak még volt egy nagy lehetősége. Amit mondtam a fiúknak, hogy jövő héten minél hamarabb ezt a vereséget csak győzelemmel tudjuk felettetni. Nem lesz egyszerű, mert Szent Annai Zolika is kisárgult. Igaz, ő amúgy se lett volna, mert megy a főiskolával a táborba. Ő direkt sárgult ki, Tibikének így bejött az 5. sárgája. Két megint meghatározó játékos kell nélkülöznünk. Meg Lacinak ezt a úgymond gyenge formáját egy győzelemmel hát el tudjuk felettetni. A második fél időre sem sikerült újat hozni a csapatba. Mit mondtál a fiúknak az öltözőben? Hát újat nem tudtam mondani. Én azt mondtam, hogy szerintem a játék az első fél időben se volt olyan nagy probléma, mert mezőnyben azért nem játszottunk alárendelt szerepet, még azt mondom, amikor 3-0-ra ment is az ellenfél. Ez első gólnál hívtam fel a figyelmet, hogy mi birtokoltuk a labdát, és ha a Kupai Krisztián 16-oson teljesen üresen állt, és ha elkéri a labdát, és lehet, hogy egy kontrát, vagy fel tudjuk építeni a játékot, ehelyett kirúgtuk a labdát, és a visszapattanóból lett a szöglet, és abból lett a gól. Ezt mondtam a fiúknak, hogy ilyen apró nüanszikon múlnak, ezek a kis apró dolgokon születnek a gól. Ha elkérjük a labdát, akkor lehet, hogy mi rúgunk gólt az ellenakcióból, nem kértük el a labdát, kivágtuk, jött a szöglet és jött a gól. Ezek az apróságok döntenek. A második fél időben én mondtam, hogy próbáljanak ugyanúgy játszani, mert még egyszer mondom, mezőnyben szerintem nem voltunk alárendelt szerepbe. Sajnos 3-1-nél is utána jött megint Lacinak az a bődületes megint kirohanása. Nem is értem, hogy egy szabad labdára miért nem tudja megfogni, vagy miért nem fogta meg, hanem miért ütötte, de ha üt is, akkor vagy touchra, vagy teljesen 16-oson kívülre. Utána az már 4-1, jött a 11-es, ami azt mondták a vendégek, hogy visszaadták. Hát ha Kupai Krisztina vagy Krisztiánnak ha nyílt száját látták volna, akkor azt mondom, hogy azért lehet, hogy másabb a véleményük. Szerintem az jogos 11-es volt. Menni kell tovább, nem egyszerű volt, azért el kell mondanom, hogy Szívos Gergő is sérüléssel játszott, Erdély Tibi, Kupai Krisztián is sérüléssel játszott, Kovács Lackó még tegnap hányt és úgymond ment a hasa, úgyhogy egy kis vírusos fertőzéssel játszott, de kevesen vagyunk. A fiatalokat próbáljuk beépíteni, aki akarja, most is két olyan fiatalom volt, aki a meccs előtt 2 órával mondta le a mérkőzést. Ehhez hozzá kell szoknom sajnos, ez az amatőrizmus, meg tényleg azokkal a fiatalokkal meg el kell napolni. Mert ha már most így elkezdik a úgymond lazálás, meg a átvágást, akkor hosszú távon rájuk nem is lehet számítani. Orosz Istvánnak köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Mi volt Lacival? A társban Kun Mihállyal beszélgetünk, elsőként gratulálok a győzelemhez. Azért, aki ránéz az eredményre, azt hiszem, hogy ez egy igazán sima mérkőzés volt. Hát az eleje volt sima. Hál' Istennek az első 4 órában 3 gólt sikerült lőnünk.
és hát utána nem volt sima, abszolút, mert rögtön kaptunk is egyet, illetve volt a Karcainak egy nagyon nagy helyzete, egyedül vitte a játékos a kapusunkra labdát, ott szerencsére tudtunk hárítani, és hát az a második félidő első 15 percétől tartottunk még igazából, mert akkor arra számítottunk, hogy nekünk jönnek, és úgy is volt, de aztán eddig volt, amikor berúgtuk, akkor utána úgy tűnt, hogy eldőlt már a mérkőzés, igazából akkor lehetett megnyugodni ott a második félidő közepetáján. Ezzel a győzelemmel már 11 meccses a Szajol veretlenségi sorozata a bajnokságban. Mi a titok? Hát titok, nem nagyon tudok titokról beszélni. Sajnos a télen megritkultunk, hogy így mondjam, tehát 4 játékost veszítettünk el különböző okok miatt, átigazolás, illetve elmentek kispályázni, tehát igazából szűk a keretünk, viszont az a 14 játékos az, aki van, egy-két hiányzó mindig lehet számolni, de az gyakorlatilag bármilyen összeállításba küldjük föl a pályára, ők úgy nézem ebben a megyei szinten minőséget jelentenek. Ezzel a győzelemmel sikerült ellépni a Karcaktól és talán a Törökszent Miklóstól is. Biztosnak tűnik egyelőre a dobogó. Mi a cél a hátralévő fordulókban? Hova szeretne elérni a csapat? Hát oda szeretnénk nyilván dobogóra. Jövő héten jön a Tiszafüred, tehát újabb rangadó vár ránk. Ugye egy évvel ezelőtt, aki emlékszik, első helyen voltunk és onnan csúsztunk le a harmadik helyre, ami nyilván siker dobogón végezni megyei osztályba, az egyértelműen siker. Most is a dobogót céloztuk meg, tehát már avval se lennék elégedetlen, ha meg tudnánk őrizni ezt a mostani harmadik helyet. Hát most úgy érzem, azért konkurensek száma csökkent, de igazából mi nekünk is vannak nehéz mérkőzéseink. Kuh Mihálynak köszönjük szépen, és sok sikert kívánok a következő hetekre. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen.